Sok szeretettel köszöntöm a Répce TV nézőit és követőit. Önök hírperceinket látják, tartsanak velünk ma is. A szeptemberi munkarendszerinti testületi ülés kezdetén Szabó József polgármester beszámolt a két ülés között eltelt időszak eseményeiről, rendezvényeiről, többek között a kistérségi társulás díját adó ünnepségéről, melynek az idén is már sokadszorra Répce lakadott otthont. A polgármester hozzátette, régi szokás, hogyha valaki valamilyen díjazásban részesül, akkor azt a testület a következő ülésén megajándékozza, ezért aznap szinte az összes díjazott jelen volt a fórumon. Tóth Ildikó közművelődési, Finta Brigitta a kistérség polgárainak szolgálatáért járó, Deáki Hajnalka szociális, Pénzesné Szabó Anita egészségügyi, Varga Zoltánné pedig oktatási díjat kapott. Nem tudott jelen lenni Kádi Attila, aki sport, és Varga J. Sándor, aki közbiztonsági elismerésben részesült. Mindenek előtt azonban felköszöntötték Böröndiné nagy Anikót, aki köztisztviselői pályájának 35. jubileumát ünnepli idén. A város aljegyzője Csepregen, majd Jákfán dolgozott, Répcelakra 16 évvel ezelőtt került. A képviselő testület szokatlanul kevés napirendet tárgyalt ebben a hónapban. Tudomásul vették az általános iskolai felvételi körzetek kijelölését, újra választották a Város Üzemeltetési Kft. Felügyelőbizottságának tagjait, és elfogadták a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását. Az ülés teljes anyaga a könyvtárban megtekinthető. Múlt pénteken délelőtt a János Vitéz című daljátékot láthatták az általános iskola diákjai és az érdeklődők a művelődési házban. Petőfi örökérvényű darabját a költő születésének 200. évfordulója alkalmából dolgozta fel a NASA Musical Studio. A társulat Vas megyei vendégszereplésének egyik állomása volt városunk, ahol több mint 180-an látták a darabot, melyben fiatal tehetségek mellett szerepet játszott Gregor Bernadett is, aki Iluska mostoháját formálta meg. Alapításának 25. jubileumát ünnepli idén a Répcelaki Városi Televízió. Ebből az alkalomból egy ünnepi vacsorán köszöntük meg támogatóink bizalmát. Rendezvényünknek egyik patronusunk a Lakoma étterem adott otthont. Vendégeinket egy 25 tablóból álló mini kiállítással vártuk, ami legemlékezetesebb pillanatainkat mutatta be, majd vendégeinket Enginé Kozonics Mária Gyöngyi a Répce TV felügyelőbizottságának elnöke köszöntötte. Felidézte az indulás pillanatait a stáb legrégebbi támogatója, Csorbáné Farkas Terézia, majd köszöntötte az ünneplő csapatot a városvezetés nevében Szabó József polgármester. Ezt követően Winkler Krisztina ügyvezető gondolatai következtek az elmúlt időszakról és munkatársairól. A főszerkesztő narrált képanyag formájában mondta el, amit szeretett volna, majd emlékplakett adományozásával köszönte meg kollégáinak a hosszú évek óta tartó közös munkát. A hivatalos rész végeztével pezsgős kocintás, ünnepi vacsora és torta következett. A jubileumhoz kapcsolódóan a megyei napilap Nők a fókuszban című mellékletében egész oldalas interjú jelent meg a TV ügyvezetőjéről, aki 25 esztendeje van a pályán. Szombaton Nicken nagy nap virradt, felszentelésre került a település felújított, kibővített ravatalozója. Az épület az 1980-as évek elején készült, majd 2002-ben átesett egy részleges renováláson, ekkor lett benne mosdó és fedett ravatalozó tér. Az elmúlt 20 évben azonban nem költöttek rá, és ez egyre sürgetőbb vágya lett a falu lakóinak és vezetőinek. A megoldást a Magyar Falu program kínálta, melynek keretében a település közel 30 millió forintot nyert erre a célra.
Nicke település fejlesztése érdekében az elmúlt időszakban komoly összefogást hoztunk létre polgármester úrral és a település képviselővel, és a nickieknek már a régi elképzelése volt az, hogy a ravatalozót azt méltó módon felkívánják újítani, és mindig kerestük azt a lehetőséget, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni. Mint az köztudott, Magyarország kormánya a kis települések fejlesztése érdekében létrehozta a Magyar Falu programot. Ez adott lehetőséget arra, hogy Nicken is a ravatalozót meg tudjuk újítani. Nagyon komoly támogatást kapott erre a település, a több 10 millió forintot. Így már lehetőség volt végre belevágni a rekonstrukcióba, mely tavasszal meg is kezdődött, egész nyáron át zajlott, és az épület teljes megújulását eredményezte. A régi fűtésblokk helyén az épület kibővítésre került, és egy új, korszerű, akadálymentes, meleg vízzel, temperáló fűtéssel ellátott vizesblokk került kialakítása. Mellette pedig egy tároló rész alakult ki, ezt későbbiek során meg lehet nézni, egy tároló rész került kialakítása. A régi ravatalozói rész megmaradt, felújítása, korszerűsítése megtörtént. A régi fedett gyülekedőtér elbontása került, helyette egy kétszer akkora, mint egy 70 négyzetméter alapterületi, az épület sarkán toronnyal ellátott tér épült, egy gyülekezőtér, amely egy teljesen faszerkezetű építmény. Körben a lábadat ülőpad jelleggel került kialakítása, mely lámpák biztosítják a megfelelő világítást. Az oldal, ahol már elvált betontérkő, amit láthatunk, kicserélésre kerültek a nyilászárok, új villamos és villámvédelmi hálózat került kiépítésre. Nem csak az épület modernizálódott, de egy új bejáratot is kialakítottak a világháborús emlékmű kapuvá alakításával. Innét pedig új úton lehet megközelíteni a ravatalozót. Azonban sem a pályázat, sem a helyi költségvetés nem tette volna lehetővé lélekharang beépítését a toronyba. Csorba József polgármester elmondta, közmeghallgatáson osztotta meg a lakossággal ezt a problémát, és közadakozás megkezdését javasolta a harangkészítés anyagi forrásának biztosítására. Erre azonban nem lett szükség. Volt ugyanis egy család, aki egymaga felvállalta a költségeket, Vörös János és felesége Cili néni. Én is ott voltam a közmeghallgatáson, amit említett a polgármester úr, és olyan bizonytalanul nézett körül, hogy a harang nincs benne a költségvetésbe, nem tudom, gyűjtést rendezünk, vagy nem tudom, hogy mi lesz, és az így hangzott el, vagy nem tudom, hogy mi lesz. És talán, ha nem is abban a pillanatban, de hamarosan megfogalmazódott, hogy tehetünk valamit a közösségünkért. A fölöttünk való megengedte, hogy lehetőséget adott arra, hogy álljuk ezt a dolgot, és akkor ezzel mentesült az önkormányzat attól, hogy most mennyi jött össze, hogyan lesz kipótolva. Ilyen egyszerű a dolog. Én mindig szerettem itt élni, bár nem nagyon látványos ez a település, de a tanulmányaimon kívül mindig itt éltem. Szerettem őket. Az adományért nagyon hálás a település közössége és vezetése egyaránt. Minden tiszteletem az övüké, és hát köszönjük szépen nekik most is, még egyszer is, mert nem tudjuk elégszer elmondani ezt nekik. A harangot Magyarország egyetlen harangöntő mestere, az Őrbottyáni Gombos Ferenc készítette, aki jelen is volt a rendezvényen. Megszentelése után a mester saját kezűleg emelte és szerelte a helyére alkotását, majd Cili néni és János bácsi szólaltatta meg először a harangot, mely innentől fogva utolsó útjára kísér majd minden nickit. A Vörös család tiszteletre méltó és példaértékű adománya az igazi lokálpatrióta otthon szeretett tükre, melyhez Ák Péter is gratulált. Nagyon tiszteletre méltó az, hogy a Vörös család ehhez több millió forintos forrást biztosított. Ha hallhattuk a harangnak a hangját, azt gondolom, hogy valóban a lélekhez szól. Az ünnepséget a polgármesteri hivatalban megrendezett fogadás zárta.
Szombaton interaktív délutánra hívták a művelődési házba az érdeklődőket. A rendezvény szervezője az Ümmögő Együttest működtető Nyitott Tér Kulturális Egyesület volt, akik a 2001-es megalakulásuk jubileumát két éven át tartó, 8 alkalomból álló rendezvénysorozattal ünnepelték. Ezek között volt több hangverseny, irodalmi est, filmvetítés, koncert. A program sorozatot a Falusi Civil Alap által nyújtott pályázati támogatás segítségével valósították meg. Záró rendezvényként pedig egy különleges délután terveztek, melyen a népzenei vonulatukat képviselő Ümmögő Együttest helyezték a középpontba. A barátságosan berendezett színházteremben összegyűlt vendégeket, érdeklődőket, pártolókat, támogatókat Nagy Ferencné, a Nyitott Tér Kulturális Egyesület gazdasági vezetője köszöntötte, majd Gömböc Róbert, a néptáncos csapat egyik vezetője arra emlékeztetett: az a kulturális összetartás, amit ma néptáncnak nevezünk, régen egy közösségben egymás társaságának aktív megélése volt. Vele az emberek önmagukat szórakoztatták, és közben kincset hoztak létre. Kincset, melyet őrizni, ápolni és továbbadni kell. Az Ümmögőnek ez a célja. A délután során előadást hallhatott a publikum Kósa Rubentől, az Alai Tánc Együttes művészeti vezetőjétől, majd Horváth Attila zenekarának koncertje következett. A rendezvényt ének és tánctanítás táncház zárta. Október utolsó napjai a protestánsok számára nem csak a temetőjárás, emlékezés, gyertyagyújtás időszaka, hanem a reformáció ünnepének ideje is. Luther Márton 1517. október 31-én minden szentek ünnepének előestjén szögezte ki az egyház megújulását elindító 95 tételt a Wittenbergi vártemplom kapujára. A Répcelakcsánigi evangélikus egyházközség népe is összegyülekezett ünnepi istentiszteletre, hogy emlékezzen a reformátorok szolgálatára, hálát adjon az evangélikus egyházért és megújulásért imádkozzon. Az istentiszteletet követően a gyülekezet megkoszorúzta Luther Márton szobrát. A koszorú szalagjára Luther 291-es énekének első sora került: adj békét a mi időnkben, Úristen, téged kérünk. Október 31-e globalizálódó világunkban immár mást is jelent egy ideje. A Halloween ünnepe az elmúlt két évtizedben visszatért Európába. Azért visszatért, mert ez eredetileg egy kelta hagyomány, amelyet angol szász, ír és skót területeken tartottak. Innét a bevándorlók révén került Amerikába, majd a filmipar és a világháló által visszagyűrűzött, mint bulizós és játékos hangulatú szokás, ami főleg a gyerekek körében népszerű. A Répcelaki Halloween ötlete a szomszéd településről Beledből ered, ahol már előző évben megszervezték a csoki és cukorka gyűjtögetéses város sétát. Ezen vettek részt többen is Répcelakról, és annyira megtetszett nekik az ottani hangulat, hogy elhatározták, idén saját városukban is megszervezik, meséli Lukács Nóra, Tóth Barbara és Varga Katalin, akik végül is felvállalták a szervezői feladatokat. Barbie hozzátette, ekkora sikerre és érdeklődésre közel sem számítottak, ezért csak a kertvárosi részre tervezték a sétát. Nem akarták, hogy a főúton oda-vissza kelljen rohangálni a gyerkőcöknek. Szórólapokat készítettek, melyeket a postaládákba dobálva bíztak az érdeklődés felcsigázásában. Maguk sem gondolták azonban, hogy ekkora sikerrel járnak, rengetegen csatlakoztak az akcióhoz, jelezték, hogy kidekorálják otthonukat, és tesznek ki cukorkát a sétálóknak. Nagyon sok felajánlás is érkezett. Hétfő délután közel 200 fős tömeg kezdte meg a gyűjtő akciót. A menet az eurós bolttól indult, a vízmű irányába haladt, végigjárták az összes mellékutcát,
majd a Hunyadi utca végén átkeltek a főúton, és a Petőfi utcán végighaladva érkeztek meg a főtérre, ahol büfé várta őket. A répcelakiak rendkívül kreatívak voltak, eszméletlen dekorációkat lehetett látni. A menet biztonságát a polgárőrség segítette. A szervezők azt mondják, hogy a nagy érdeklődésre és a pozitív visszajelzésekre való tekintettel biztosan jövőre is meg fogják szervezni az édességgyűjtést, több útvonallal, városi szintű eseményé bővítve. A Rakuráj Karate Egyesület kisvillámai újabb nemzetközi megmérettetésen vettek részt, az IBK nyílt Kyokushin karate bajnokságra utaztak Török Bálintra. A versenyen 5 ország közel 500 versenyzője vett részt, közöttük 6 rakurályos karatéka, Bognár Luca, Bognár Boglárka, Finta Zelma, Finta Csanád, Jónás Alex és Nagy Nimród. A gyerekek gyönyörű eredményekkel és csillogó érmekkel tértek haza. Luca, Bogi, Zelma, Csanád és Alex aranyérmes lett kategóriájában, Nimród pedig az ezüst medált szerezte meg. Szívből gratulálunk mindannyiuknak! Múlt csütörtökön a szezon második mérkőzésen lépett pályára hazai közönség előtt a kosárlabda csapat. A keret csak kismértékben változott a tavalyihoz képest. Kungergő az, aki felhagyott a kosárlabdával, de most van ez a két új srác, a Szombathelyek, a Martin és a Roland. A Roland ő először Bükkön játszott, utána a Kőszegen, és onnan igazolt idehozzánk, hogy a Kőszeg már nem indul a bajnokságban. A bajnokság ebben az évben 9 csapatos lesz, az erőviszonyok nem nagyon változtak, talán csak annyiban, hogy pont a legnagyobb rivális, a Kőszeg már nem indult. A felkészülési időszakban tornákra végül nem jutottak el, de az edzéseket, a bajnokságra hangolódást komolyan vették. Augusztustól fogva edzettünk, alapoztunk, úgyhogy remélem ez majd kamatozik nekünk. Idegenben kezdték az idényt, ahol nagy arányú vereséget szenvedtek, beszámolójuk szerint osztálykülönbség volt a csapatok között. A Deck Bistro elleni hazai derbin viszont reális győzelmi esély volt. Az első két negyedet hozták a fiúk 1-1 ponttal, így a szünetben 1 duplával vezettek, aztán nagyot változott a játék képe, így a vége ennek a mesnek is vereség lett. Sajnáltam, hogy a végén ennyi lett közte, de szerintem a játékép nem is mutatott ekkora különbséget, viszont hát elfáradtunk. Leginkább agyba szerintem. Ezt még gyakorolnunk kell, mert szerintem ez egy nyerhető meccs lett volna, bár center poszton ugye hiányzóink voltak. A játékos edző elmondása szerint nekik a 3. negyed a mumus. 5 szezon alatt nem tudtuk soha kiverni, hogy a 3. negyedre valamiért, hogyha visszajön általában az a kezdő, akikkel elkezdtük a meccset, már nem ugyanolyan, nem tudom, hogy aztán javítanunk kell mindenki. Amikor már látszott, hogy elment a hajó, igyekeztek mindenkinek játék lehetőséget biztosítani. Persze próbálunk erre is figyelni, mert nyilván versenysportban játszunk, de azért még mindig egy nagy baráti társaság is vagyunk, és nem szeretném én sem, meg a Szabi se, aki ma beteg volt, hogy úgy menjen el innen ember, hogy rosszá ízze, mert nem lépett pályára. A szezonra különösebb célkitűzés nincs, próbálnak egyre közelebb jutni a riválisokhoz, és egy-egy győzelmet is jó lenne elcsipni. Az U16-os labdarúgó csapat mögött sűrű időszak áll, 3 bajnokit játszottak egy héten belül. Illetve játszottak volna, hiszen a Jánosháza együttese 20-án csütörtökön nem jelent meg a találkozón, így a pontokat répcelakon hagyták. Következő kedden a bajnok aspiráns Celdömölkhöz utaztak a fiúk. A meccsről szólva Tóth Zsolt, a csapatot ezúttal kísérő edző a következőképpen nyilatkozott. Örömteli volt, hogy ezúttal már a cserepadra is került játékosunk. Az első félidőben erőteljes védekezésre kényszerültünk, óriási labdabirtoklási fölényben volt a jó játékerőt képviselő ellenfelünk, aki a szünet előtt 3 gólos előnyre tett szert. Csapatunk küzdőszelleme az egész játékban jó volt, s noha a második félidőre érezhetően elfáradtunk, mégis sok biztató jelet is láttam a játékban, karakteresen kezdeményezőbbé váltunk az összecsapás második részében. Látszott azonban, hogy a Celdömölk előttünk jár,
alkatilag és fizikailag is erősebbek játékosainknál, így a párharcokat túlnyomó többségben nyerni tudták, a hibáinkat kihasználva kialakított helyzeteket sorra váltották gólra. Elmondható, hogy reális eredmény született. A csapat következő mérkőzésén két nappal később csütörtökön hazai pályán fogadta a bajnokság másik bajnokesélyes együttesét, a Sárvárt. Itt sajnos megint nem volt cserejátékos a kispadon, de a küzdőszellem ismét dicséretes volt, srácaink mindent megtettek, amit csak tudtak, és remekül álltak helyt. A héten idegenbe utaznak a fiúk, az ellenfél a középmezőnyhöz tartozó Kőszeg lesz. Felnőtt és ifjúsági csapatunk Szentgotthárdra utazott a hétvégén. U19-eseinknek végre összejött a győzelem. Lelkes csapatunk hetek óta hullámvölgyben volt, de most megtört a jég, 3-2 arányú győzelmet arattak Gere Krisztián és Horváth Márk góljaival. Igaz, az elmúlt hetekben az első csapatban feljátszó húzó emberek most az ifi keretben tudtak pályára lépni, és sikerhez segítették a gárdát, ami már nagyon ráfért a csapatra. Reméljük, hogy a lendület tovább tart, és a hétvégi Bükk elleni találkozón is győzelemhez segíti fiainkat. A felnőtt keretből sérülés és munkahelyi elfoglaltság miatt sokan hiányoztak. A kispadon Németh Máté kapus és Balassa Péter mezőnyjátékos foglalt helyet. Ennek ellenére a tabella második felében helyet foglaló hazaiak ellen elvárható volt a győzelem. A 17. percben ennek abszolválása meg is történt, Csányi Balázs révén csapatunk vezetést szerzett. Bár a második játékrészben a hazaiak birtokolták többet a labdát, és mindent elkövettek az egyenlítés érdekében. A ripcelaki védelem Tóth Dominik vezényletével remekül hatástalanította próbálkozásaikat. A játékképe nem változott a mérkőzés végéig, így a vendégek örülhettek a 3 pontnak. Hétvégén az utolsó helyen álló Bükk érkezik Répcelakra, akikkel szemben szintén kötelező a győzelem. Vasárnap Sárváron került megrendezésre az U7-es, U9-es korcsoport 3. Bozsik tornája. Az U9-ben 2 csapattal, az U7-ben 1 csapattal képviseltük egyesületünket, tudtuk meg Tamási Roland edzőtől, aki elmondta. A nagyobbaknál mindkét csapatnál voltak kiemelkedő teljesítmények, és kifejezetten jó mérkőzéseket játszottak a srácok. A tréner úgy véli, hogy a fiúknak még mindig bátorodnia kell, ha ez sikerül, akkor még sokkal kiegyensúlyozottabb játékra lesznek képesek. A kisebbekről szólva Tamási Roland úgy fogalmazott, jár a dicséret a fiúknak, kiválóan teljesítettek. Mindenki bátran, gólra törően, nagy önbizalommal focizott. Természetesen mindkét korosztálynak van hova fejlődnie, de az elmondható, hogy a hasonló feltételekkel rendelkező csapatoknál előbbre járnak, tehát van mire építkezni a közeljövőben. U14-eseink hazai pályán fogadták a Foci FC együttesét a héten. A srácok jó iramú lendületes meccset játszottak. A kapuban a sérült Tamási Kristófot ezen a meccsen is remekül helyettesítette Konta Bence, több bravúros védést is láthattunk tőle. Marsics Kornél, Linter Zsombor, Németh Patrik és Bognár Ádám ezúttal is egyfél időt játszhatott, másnap az U16-os keretben segítettek be Kőszegen. A répcelaki játékosokat nem pártolta a szerencse, pedig játéktudásuk semmivel sem maradt alatta az ellenfeleknek. Láthattunk nagyon szép egyéni és összjátékot egyaránt. A találkozó végére besötétedett és csípős hideg idő lett. A szezon is lassan a végéhez közeleg. Jövő héten az ősz utolsó meccsét a listavezető Kőszeg ellen játsszák a srácok idegenben. Szuperligás teke csapatunk a Mumus pályaként emlegetett Ajkára utazott a hétvégén. Az elmúlt években ott mindig szoros meccseket játszottak, és az idén sem volt ez másképp. Remek alapja volt az eseményeknek, hogy ifjúsági csapatunk szép győzelmet aratott, mint Simon Szabolcs, mint Varga Bence hozta saját pontját, így 4-0 arányban simán abszolválták a meccset. A felnőttek első sorában Tóth Áron, aki 619 vás teljesítményével aznap a mérkőzés legjobbja lett,
és Horváth Zoltán szép játékkal megszerezték a 2 pontot. Középen Molnár Pál és Bíró Patrik lépett pályára. Pál egy utolsó dobásokig kiélezett meccsen vesztette el a pontját. Bíró Patrikot sérülés miatt Kuslics Gergely váltotta, de végül a hazaiak legjobbja ellen nem sikerült a pontszerzés. Így a befejező sorra 2-2 volt az állás, de csapatunknál volt a több ütött fa, tehát 1 csapatpont kellett a fa megtartása mellett az újabb győzelemhez. Móricz Zoltán ugyanaz első szettet elvesztette, de onnantól mindhármat megnyerve elhozta a pontot. Bóka Róbert azonban kikapott, viszont a fa előny megmaradt, így a végeredmény 5-3 lett csapatunk javára. A Gárda hétvégén hazai pályán fogadja a Kazincz Barcika együttesét. Mai műsorunk véget ért, valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss hírekért, információkért kövessenek ezután is minket, figyeljék a Képújságot és a Répce TV Facebook oldalát. Találkozzunk legközelebb is, viszontlátásra! A Répce-Laki Városi Televízió idén ünnepli alapításának 25. jubileumát. Önök nélkül nélkületek nem ment volna. Köszönjük a támogatást a Répce-Lak város önkormányzatának és személy szerint Szabó József polgármesternek. A Szabeki Divat immáron 25 éve gondoskodik a bemondó felvételekhez szükséges öltözékről és kiegészítőkről. Köszönet érte! Az Erika Virág Kft. Biztosítja számunkra a stúdió dekorációját és a felvételek harmonikus szépségét. A Bindvíd Szépség stúdióban készül a bemondó frizurája, melynek változatossága a Vargánék Lebik hajnalka profizmusát tükrözi. Köszönjük a Cell Kábel, a Cell Dömölki Kábel Televízió minden nemű segítségét működésünkhöz. Hálásak vagyunk a Savencia ZRT nagy lelkű támogatásáért. Köszönettel tartozunk az Abért Autó Kft. Partneri együttműködéséért. Szívből köszönjük a Répce-Lak és Vidéke Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Renovo üzlet, a Prima Optika és a VS Trans hosszú évek óta tartó segítségét. Nagyon szépen köszönjük Kis János és Kis Dávid egyéni gazdálkodók régóta tartó támogatását. Örömmel üdvözöljük támogatóink körében a Horváth Westbau Kft.-t és a Lakoma éttermet. Hálásak vagyunk legnagyobb hirdetőink a Rábapatyi Tetőbolt üzlet és a Resti Pizza bizalmáért. Köszönjük!